szeretném bemutatni dr. Gyurice Csaba urat, aki 9 hónapja a Vidékfejlesztési Hivatalnak az elnöke, és első alkalommal látogatott Győr-Moson Sopron megyébe. Széles Sándor megyei kormány megbízott arról is beszámolt, hogy a megyei agrárium képviselői a csütörtök délelőtti munkaértekezleten tájékozódhattak a vidékfejlesztési és mezőgazdasági pályázatokról. Dr. Gyurica Csaba kinevezése óta először látogatott megyénkbe. A megbeszélésen elhangzott, az év végéig közel 700 milliárd forintnyi forrás lesz elérhető. Nagyon sok forrás áll rendelkezésre majd a mezőgazdaság és a vidék fejlesztésére. Ezek részben közvetlen támogatások, tehát normatív alapon járó támogatások, amelyeket a mezőgazdasági vállalkozások hívhatnak le. Másik része, amelyek most indulnak, azok pedig a vidékfejlesztési források, azok pályázatok útján állnak majd rendelkezésre. Nagyon sok különböző pályázati felhívás formájában, nagyon sok területre, kiemelve azokat a munkaigényes ágazatokat, amelyek munkahelyeket is tudnak teremteni. Akár országos, akár megyei szinten a kertészet, az állattenyésztés, az öntözéses gazdálkodás fejlesztése, a fiatal gazdák támogatása egy kiemelt jelentőséggel bír. A hivatal vezetője szeretné csökkenteni a pályázatokhoz kapcsolódó bürokráciát, és ha szükséges, ehhez jogszabályokat is módosítanak. A cél az, hogy egyszerűsített eljárással segítsék az érintetteket. Az agráriumhoz tartozó szervezetek vezetői és politikusok kérdéseiket is feltették. Egy kérdést tettem fel az elnök úrnak, az pedig arra vonatkozott, hogy mikor jelennek meg dömpingszerűen az agrárvidékfejlesztés területén a pályázatok. Ezt a kérdést azért fogalmaztam meg, hiszen 2015 végén vagyunk, és még a korábbi ciklus lezárása zajlik. Éppen ezért időszerű már a 2020-ig tartó időszaknak a pályázati megjelenése, és egy nagyon örömteli választ kaptam. Gyakorlatilag az év végéig dömpingszerűen jelennek meg pályázatok az agrár és vidékfejlesztés területén, és a következő évben is folytatódnak. Tudni kell az, hogy a megyei települések és az itt élők, mármint a gazdálkodók, vállalkozások többféle formában juthatnak pályázati támogatáshoz. Ebből az egyik, amit mint miniszteri biztos én magam is igyekszem koordinálni, ez az úgynevezett TOP források, ami a megyéken keresztül, illetve a megyei jogvárosok önálló kerettel rendelkeznek, kerül felosztásra. A tájékoztatón elhangzott a 700 milliárd forintnyi pályázati forrásokkal együtt a 2020-ig tartó Európai Unió ciklusban 4000 milliárd forint érhető majd el vidékfejlesztésre.